Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban fókuszba kerül Kovács Saci. Ellátogatunk egy családi piknikre, aztán megnézzük, hogy milyen volt az EFOT, végül pedig kirándulunk egyet Bodajkra is, ahol megújult egy játszótér. Tartsanak velünk! A Városháza dísztermében fogadták a tokiói olimpiáról bronzéremmel hazatérő Kovács Saroltát. A Volán Fehérvár öttusázója széles mosollyal érkezett meg az ötkarikás játékokról. Nagyon sokan ünnepelték Kovács Saroltát a Városháza dísztermében kedden délután. A tokiói olimpia fehérvári bronzérmesének arcáról saját bevallása szerint a célba érkezése óta nem lehet levakarni a mosolyt. Szerintem azóta se lehet levakarni a mosolyt, tényleg... Hát miután beértem a célba, onnantól kezdve úgy nagyon gyors és bepörgött úgy minden, és szerintem azóta nem ültem le normálisan, vagy nem feküdtem le. Azóta mennem kell ide-oda, és élvezem, és ünnepelünk, és ilyenek, de ezek a jó dolgok, és nagyon élvezem, és ez hozzájár, és nagyon örülök, hogy sikerült, és el tudtuk ezt érni, mert egy csapatmunka volt. Elég nehéz éven voltak álmatlan éjszakáim, és hát volt olyan pillanat is, amikor azt mondták, hogy nem, hogy az olimpiát, a sportot el kell fejtenem a térdműtét utáni trombózis miatt. De nagyon sokat próbáltam mentálisan készülni, és a negatív dolgokba pozitívumokat találni. Nagyon sokat segített a családom, a párom, és tényleg a klubom is. Nélkülük biztos, hogy nem lennék itt. Annyi szeretetet kaptam és erőt, hogy ezt mind éreztem a versenyem. Most azért már jó pár éve dolgozom ezért, és nagyon örülök, hogy most kijött. Én nagyon bíztam magamban, és még láttam is, hogy akik nem bíznak bennem, és azt hitték, hogy én majd nem fogom bírni, és nem fog menni úgy például a zárószám. Ez nekem mind plusz energiát adott, hogy csak azért is megmutatom. Illetve, ahogy szokták mondani, hogy az élet elvesz, visszaadja majd, úgyhogy én szerintem most visszakaptam. Székesfehérvár eddigi egyetlen olimpiai bajnoka Vörös Zsuzsanna ezúttal edzőként élhette meg az olimpiai éremszerzés okozta örömöket. Az edzőjeként éltem meg ezt az érmet, és hát kísértem figyelemmel az egész napot, illetve az egész másfél napot ugye a vívással együtt. Folyamatosan próbáltunk kommunikálni. Én tényleg boldog voltam, úgyhogy el is sírtam magam. Nem lehet ezt szavakba leírni. 2,5 hónappal ezelőtt nagyon nehéz volt, mert ugye akkor azt mondták, hogy lehet, hogy a sportot is abba kell hagynia a vérrög képződése miatt. Utána felállt, az én véleményem az, hogy a mai magyar női öttusában szerintem senki nem lett volna képes arra, hogy így talpra álljon, nem lett volna senki ennyire erős, úgyhogy ezt is mondtam el neki lényegében a vívás után, hogy ezért is bízzon magába, mert ennyire erős, idáig eljutott, ő innen már csak nyerhet. Ahogyan sokan, úgy Cserpalkovics András is megkönnyezte Kovács Sarolt a bronzérmét. A polgármester városházi köszöntőjében arról beszélt, hogy Saci igazi példakép lett. Egyrészt egy élsportoló, fantasztikus küzdelme, hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül, mert ez nem látszik rajta. Másodszorban pedig talán benne van röviden az a sok-sok hónap, ami ebben az évben történt Sacival, és... Egyébként is fantasztikus dolog az olimpián oda kerülni, nem csak a dobogóra, hanem már az olimpiára, aztán esetleg abba a 10-be, 6-ba, aztán ott a dobogó, de szerintem azon utána, amit Saci átment, és ezt sokan tudják ebbe a terembe, ez meg szerintem emberfeletti teljesítmény. És ezért voltunk sokan aznap úgy, hogy ha valamikor is valaki megérdemli, akkor Saci, te és most nagyon. És biztos vagyok benne, hogy ki volt nézte, hallgatta ezt a dolgot, akkor a végén örömkönnyeket ejtett. Én is megsirattam, beszéltünk másokkal, és utána pár perccel, hogy ki volt pityelgett éppen örömkönnyekkel, mert ez nagyon-nagyon kiárt, és hol máshol, nem egy olimpián. Úgyhogy egy szívből gratulálok, köszönöm szépen mindent, és egy igazi példaképpé váltál, nem csak ezekre az évekre, hanem szerintem évtizedekre. A pódiumbeszélgetés után a rajongók virágcsokrokkal, ölelésekkel halmozták el Kovács Saroltát, majd pedig szelfik és beszélgetések sora várt a tokiói olimpia bronzérmesére. A
A székesfehérvári királyi napok keretében családi pikniket tartottak az Zicsi-ligetben. Az egész napos program során volt kézműveskedés, játékok és zene. Közösségépítő, ügyességfejlesztő és ismeretterjesztő programok várták a kisgyermekes családokat az Zicsi-ligetben. A Zicsi-ligetben egy családi piknik van ma, ami hát egy újdonság, eddig ilyen nem volt a királyi napok programján. Nagyon sok kisgyerekes család látogat ki, és én pedig a Matthias Corvinus Kollégium standjánál vagyok, ahol a fiatal tehetség program mutatkozik be. Ez egy iskolán túli tehetségfejlesztő, gondozó program, és úgy látom, hogy sikerült megfognunk itt a gyerekeket és a szülőket is, hiszen nagy egyetértésben játszunk itt együtt, és közben azokat az információkat is el tudjuk mondani, amit tudni kell a programról. Mi ez a program, ami most itt zajlik? Úgy látom, ez a legkisebbeknek szól. Ez egy játékos program, ez... Hát igazából az ügyességüket fejleszti és a közösségépítést, hiszen nagyon együtt kell dolgozni ahhoz, hogy a közepén aztán a labdát megtalálják, de úgy látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik. Megemeljük, és most bátran mehet tengetni. Most másikat. És most a legvastagabbit, a macigót is. Igen, és most az énekes madarat. A Tálos Edit Alapítvány standjánál a Csóri Sándor program keretében hangszerbemutatón és zenei foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek. Ez a Tálos Edit Alapítványnak a standja igazából, és a Csóri Sándor program keretén belül tartunk hangszerbemutatót, illetve gyerekfoglalkozás, gyerekjátszó, táncot. Melyik hangszer tetszik a legjobban a gyerekeknek? Úgy látom, hogy mindegyikhez oda mennek, de melyik a sztárhangszer, úgymond? Hát nagyon népszerű a citara, aztán itt a tekerőlant, és hát igazából a hegedű, ami nagyon népszerű, de azért, mert ugye a kolléganőm, a Berger Anna, Szőnyi Anna, ő úgy kezdi a hegedű tanítást, hogy ilyen tojástartót tesz a gyerekeknek az álla alá, és akkor egy botot kell húzni, és akkor elmondja, hogy tehát így kezdődik igazából az, hogy hogyan kell a hegedűt megtartani, és hogy kell megszólaltatni majd. Volt-e már olyan gyerek esetleg, vagy szülőktől kaptak-e visszajelzést, hogy kipróbáltak hangszereket, és oda mentek esetleg önhöz, vagy bármelyik kollégájához, hogy ők ilyen hangszeren akarnak tanulni játszani? Mivel a Tános Edit Alapítványnak van ez a zene óvoda programja, ez egy évek óta működő program, és kimondottan a zeneiskolára készíti elő a gyerekeket, és utána jönnek be a foglalkozásokra, és hát többen onnét a zeneóviból jöttek aztán be a zeneiskolába különböző hangszert tanulni. A Gaja Környezetvédő Egyesület standjánál többek között a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó feladatok várták a gyerekeket, de emellett a felnőttek is hasznos ismeretekkel gazdagodhattak. A szelektív gyűjtéshez kell csináló játékos formában a gyerekeknek. Mindenféle hulladékfajtának van egy kukája, ami színben, grafikában meg van jelölve, és a gyerekek nagyon szeretik ezt a fajta játékot, és közben megtanulják a komposztálástól elkezdve a tudatos vásárlásig, a hulladék keletkezésének megelőzéséig azokat a folyamatokat, amelyel környezettudatosabb felnőttekké válhatnak. A Gaja Környezetvédő Egyesület is kitelepült a Zicsi-ligetbe a mai programsorozatra. Mi a legfontosabb, amit el kell mondani az önök által szervezett programokról? Ennek a kitelepülésnek a célja a lakosság felé egyfajta szolgáltatás, a kertekben lévő ásott és furtkutak vízminőségének a vizsgálata került szóba. Néhány paraméter, nitrát, nitrit, ammónia, pH vezetőképesség, ezek amelyek legfontosabb szennyezési jelző indikátorok egy ilyen ásott és furtkutnál. Ezeknek a vizsgálatával tudunk segíteni, hogy miért vigyek a kertekben lévő kutnak a vizét használni. Tehát nem ihatósági vizsgálatról van szó, hanem arról, hogy érje ezt a vizet aktuálisan például szennyvízből, vagy ürülékből, trágyából származó szennyezés. A másik pedig, hogy komposztálással szeretnénk valamiféle információval szolgálni. A
városnak a területéről begyűjtött zöld hulladék döntő hányada a hulladék lerakóra kerül, aminek nem ott van a helye. Tehát ezeket komposztálni kell, lenne, jó lenne, mert a talajok szervezésének tartalma tartja a talajokat életbe, humusz nélkül nincs élő talaj. És hogyha elviszik a lombot, ami lehull a fáról, akkor a talajnak a szervezésének tartalmát évek alatt erodáljuk, eltüntetjük, redukáljuk a nulla felé, és a végén ott van, hogy lesz egy csupasz talajunk. Ez néhány év, néhány évtized, klímaváltozás miatt hőmérsékletek jelentősen emelkednek, nincsenek téli nyugalmi időszakok, nincs télen hideg, nem tudja a talaj átfagyni. Ez korábban 6 hónap nyugalmi időszakot jelentett, most ilyen nincs, hanem a talajban ugyanúgy folyik a bakteriológiai, mikrobiológiai aktivitás, mint nyáron, tavasszal. Magyarul a baktériumok meg fogják kenni a talajban lévő szerves anyagot. És hogyha ezt nem fogom pótolni, akkor nem fogom tudni elmondani magamról, hogy milyen szép kertem van, mert nem kert, hanem csak egy tápközeg. A gyerekek, akik esetleg érdeklődnek ez iránt, vagy ide jönnek a standhoz, ők miket tudnak itt megtanulni, megnézni? Vannak itt napelemmel működő játékok, különböző pici kis eszközök, a napelem energiájának a felhasználását, egy malom makettel, vagy egy mozgó autó makettel jól be lehet mutatni, de tudnak itt csinálni ökotesztet, ami az ökológiai lábnyomnak a nagyságára utal. Ezek játékos formában nagyon komoly ismereteket közvetítenek. A kisebbek és nagyobbak kézműveskedhettek is az Icsivigetben, szegényszebb alkotásokat készíthettek, amivel játszani is lehet. A Levendula kézműves és alkotóműhelytől érkeztünk, és különböző asztaloknál különböző foglalkozást lehet kipróbálni. Én nálam a repülő rongyboszorkányt például. A többi asztalnál mi történik, és mennyire kedvelik a gyerekek az ilyenfajta kikapcsolódás? Meg kell nézni, zsufolásig vannak az asztalok, úgyhogy kedvelik. Minden természetes anyagokból igyekszünk megtervezni és előállítani. A kosarak és minden, nem, itt műanyagot nem lehet találni, úgyhogy szeretnénk a gyerekeknek a természetes anyagok tapintásának élményét ezt maximálisan megadni. Hát itt rongyboszorkány, seprűnyélen, csuhé, ból készült seprűnyélen lovagol, virágcsokrot lehet száraz csuhéból szintén, meg papír felhasználásával, lovacskát bőrözni, gyapjú, tehát minden, amit jó tapogatni. A családi piknik programjait táncos előadások és koncertek is színesítették. Koncertek, buli, sport és kultúra. Idén is volt e fot a fesztivál kedvelők legnagyobb örömére. Stábunk is ott járt. Sátrazni jöttetek? Igen, én így készültem sátorra. Néhány barátom egy szálláson van, de az 8 kilométeren, úgyhogy a sátor az kézenfekvőbb szerintem. Hogy érzed magad most, hogy ismét ugye a pandémia után együtt bulizhattok itt a többiekkel az EFOT-on? Munkából érkeztem úgy, hogy még aklimatizálódom, de szerintem nem lesz gond a hangulattal. Hát újra itt a fesztivál, újra itt az EFOT. Milyen hangulatban várjátok ezt a fesztivált? Ugye most kiszabadulhatnak a fiatalok újra, és újra lehet fesztiválokra járni. Hát óriási a hangulat, már most megmondom, itt még az első nap, illetve tegnap volt, ugye felkészültünk a bulikra, meg minden. Ma még mi ki fogunk menni a korzóra, az az igazság, és utána meg visszajövünk. Az az igazság, hogy én úgy szoktam fesztiválni, hogy fogalmam nincsen az előadókról, és ez most is így van, úgyhogy azt még nem tudom megmondani, hogy milyen előadásra megyünk, vagy milyen koncertre, viszont az biztos, hogy inkább este 10-től már itt fogom nyomatni. Végre a home office-ból mondjuk, vagy otthonról az egyetem elől másokkal lenni, környezet sok, nagyon-nagyon sok impulzus éri az embert, amik teljesen pozitívak, hogy végre együtt van egy csapat.
akár így a barátokra gondolunk, akikkel vagyunk, úgyhogy nagyon, nagyon jó. Te mit vársz a legjobban? Lehet ez akár zenei program, koncert, vagy esetleg egyéb elfoglaltság? Hát igazából az, hogy végre felállítsam a sátrot, mert már vagy fél órája csatangolunk itt a cuccokkal. Valahogy így kezdődött az EFOT 2021-ben. Maszlavér Gábor, az EFOT fesztivál igazgatója elmondta, hogy idén is nagy nézőszámú rendezvényre számítanak, azonban természetes, hogy van egy kis félsz a pandémiás időszak után az emberekben. A rendezvény az csak oltási igazolványon látogatható. Én azt gondolom, hogy akár pénteken vagy szombaton majd a nagy fellépők, tehát itt Well Hello, Halott Pénz, Majka, vagy éppen Florida, vagy csütörtökön Scooter koncertjén, de akár a Bagosién is, őrületes hangulat és hatalmas parti veszi majd kezdetét egy igazi fesztivál a szó legnemesebb értelmében, ahol végre azok a fiatalok, akik egyébként még az egyetemekről is kiszorultak, mert hogy gyakorlatilag ugye online oktatás volt az elmúlt időszakban, azok tényleg itt lehetnek, találkozhatnak, és érezhetik, szagolhatják, ízlelhetik a valóságot, a való világot. Beszéltél egy kicsit a zenei programokkal, egész is még kikérlek, ha úgy érzed, de milyen egyéb programok vannak még a zenei programokon és koncerteken kívül? Nagyon erős a sportaktivitás a fesztivál területén, számos lehetőség van mind a vízen, mind a vízparton. Itt a kerékpáros aktivitásoktól a szupozáson át a strandröplabda és strandkézilabda bajnokságokig egészen széles, több mint 30 féle sportágat lehet kipróbálni nálunk. És hát természetesen fontos számunkra egyébként a közösségi élet bemutatása, illetve azok a kortárs egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, akik itt 50-60-as nagyságrendben állítanak most ki az idei évben, és foglalkoznak a mi célközönségünkkel, ezzel a korosztállyal. A kulturális eseményekről szólva, a korunk legnagyobb kihívása és Európai Uniós célkitűzés, hogy klímasemleges országgá váljunk 2050-re. A fiatalok generációja leginkább az, aki ezért tenni is tud. Steiner Attila államtitkár az EFOT-on tartott előadásán többek közt ez is elhangzott. A mit tesz Magyarország a klímaváltozás ellen, illetve mi az a körforgásos gazdaság témában? Arról beszéltünk, hogy hogyan kell összehangolni a különböző intézkedéseket, ne legyenek negatív mellékhatások, és ehhez nagyon alapos tervezés kell, mik az előnyei, hátrányai a különböző energetikai technológiáknak, mit lehet tenni a hulladékgazdálkodás területén, a megújuló energia támogatása területén. Ezek mind szükségesek ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni 2050-re. Sanda Tamás miniszterhelyettes személyesen köszönte meg a fiatalok szerepvállalását a járványügyi védekezésben. Hálásak vagyunk nekik, hogy végigcsinálták ezt az időszakot, és példamutatóan helytálltak. Jó mutatja, hogy működött a felsőoktatás az elmúlt másfél évben is, hogy az idei jelentkezési adatok egyébként minden várakozásunkat felülmúlták. Több mint 100 000 fiatal akart bekerülni a magyar felsőoktatásba, és több mint 75 000 magyar fiatalt föl is vettek a magyar felsőoktatási intézmények. Komolyabb témák mellett természetesen idén is a szórakozásé és a kikapcsolódásé volt a főszerep. Melyik koncertet várjátok a legjobban? Ugye megkezdődtek most már a koncertek is itt az EFOT-on. A Brains koncertet. Mikor kezdődik? 23.30. Addig ugye még van egy kis idő, hova fogtok most menni? Nem tudom, valamit iszunk. Hát, megnézzük Király Viktort, mert ugye most még ő megy, és így benéznek egy csak neked kislányra is, megmondom őszintén. A Rúzsa Magdi. Ezen kívül? Csak őt várom, miatta jöttem le. Mikor kezdődik a koncert? A koncert? Nem tudom, én csak jöttem. Azt tudom, hogy lesz ma. Csak annyit tudok, hogy lesz. Hát Rúzsa Magdi! Az a be? Rúzsa Magdi, az a fő! Az a legfontosabb, de amúgy a Metzger Vikinek a buliát is várjuk. Magda Pogneuda is jó. Te melyik koncertet várod ma a legjobban? A Rúzsa Magdi koncertet. Arra jöttünk igazából.
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó koncertek pénteken és szombaton kerültek megrendezésre. Felépett többek között a Well Hello, a Halott Pénz, Majka és Curtis, a Scooter és Flo Rida is. A következő fesztiválra, ha szerencsénk van és nem szól közbe újra a pandémia, akkor kevesebb, mint egy évet kell várni. Aki idén nem tudott ott lenni, de kedvet kapott a többrétű, felhőtlen szórakozáshoz, az semmiképp se szalassza el a 2022-es EFOT-ot. A következő percekben Bodajkra látogathatnak velünk. A településen az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg. Megújultak egy templom, a kastély jelenleg is felújítás alatt áll, és átadtak egy bicikliutat. Kicsik és nagyok a homokozóban, de a hinta sem pihen. Folyamatosan érkeznek a családok a tó melletti játszótérre, amelynek környezete nemrégiben újult meg Bodajkon. Tímeik is gyakran jönnek ide két gyermekükkel. A kislányom a legjobban a mászófalat szereti, nagyon jó lett a homokozó is, és amikor rendezvények vannak, imádjuk például a kisvasutat, ami itt szokott körbejárni. Úgyhogy mindennek egészében nagyon-nagyon szeretünk ide járni játszani. A Fejér megyei település igazán családbarát a sok zöld területtel, illetve a rendezett környezettel. Az egészséges életmód jegyében szabadtéri kondiparkot is kialakítottak, hamarosan pedig az újabb támogatásoknak köszönhetően játszóudvar is lesz a tó mellett. A volt mozi épület, ami a művelődési ház lett, az együtt a piaccal 200 millió forintos pályázati forrást nyert, a tó környéke a malom felújítása pedig 150 millió forintos beruházásnak a végeredménye. A gyerekek most még vakációznak, szeptemberben azonban szép és modern intézményekben indulhat a tanév. A kormány jó voltából több 100 millió forintból felújították az iskolát és az óvodát, valamint korszerűsítették a bölcsödét is. Valamennyi beruházás az itt élők érdekeit szolgálja. 2010-ben, mikor országgyűlési képviselő lettem, 29 településemre az volt jellemző a választókörletben, hogy nagyon sok helyen ki volt írva, hogy házeladó. Most 2021-re ez teljesen megváltozott. Fejlesztéseknek köszönhetően lőtt a települések lakosság megtartó ereje. Fejlesztések zajlottak az orvosi rendelők területén, iskolafelújítások, óvodafelújítások, bölcsödék épültek. Az utak fejlesztése is jó irányba halad, az egész vidék fejlődik. Ezt igazolja a Mort és Bodajkot összekötő kerékpárút megépítése is, amelyet a kirándulók és a helyiek is örömmel használnak. Ha jó idő van, minden nap fogok itt biciklizni. Nagyon jó tették ezt az 5 kilométeres utat, annyira jó, ugye autók nem járnak, nem zörögnek, a füst nem jön az ember arcába. Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a bicikli úttal, le a kalappal. Ez már Magyarország legősibb kegyhelye, ahova folyamatosan érkeznek a zarándokok. A templomot, ahol a krónikák szerint már Szent István király és családja is imádkozott, 1,7 milliárd forintból újították fel. Most, amikor ide bejönnek egy templomba a látogatók, azzal a 300 évvel ezelőtti állapottal találkozhat, leszámítva egy pár csillárt és világítótesteket, ami akkor volt és akkor épült. Fontos volt, hogy ezt a múltat úgy őrizzük meg és úgy renováljuk, hogy valóban azt a valóságot mutassuk, ami a barokkornak egy kiemelt szépsége itt nálunk. A kormányzati támogatás révén a segítő Szűz Mária kegytemplomba érkező hazai és külföldi látogatókat modern kiszolgáló épületekkel felszerelt zarándok udvar is várja. Egy olyan fejlesztés végéhez értünk, mint egy 1,7 milliárd forintos értékbe, amely a keresztény idegenforgalmat is biztosítja Bodajk városának, és hát a vendéglátás is ehhez, erre rá tud épülni. A kegyhelyhez zarándokház is épült, amely 56 fő befogadására alkalmas. Több zarándok út megy át rajtunk, az országos Mária út, a Kék túra, és Fehérvárról is elkezdődött egy olyan irány, hogy Szent István nyomába egyre többen kigyalogolnak hozzánk, ez egy 25-30 kilométeres út, szép erdei részekkel, és valóban az ideérkezőknek egy fontos pont volt, hogy ne csak, amikor megérkeznek, ne csak egy pillanatra tudjanak itt lenni, hanem akár hosszabb időt töltsenek el. A Fejér megyei település fejlődése folytatódik, jelenleg is zajlik a kastély felújítása, amely a jövőben még több látogatót vonz majd Bodajkra. Thank you.
Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk következő héten is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!